Ezen a csajon ki fogtok készülni. A mai videóban kínos randi szituációkat fogunk hallgatni. Legkínosabb randiaim, első rész. Online társkeresünk pár napos csetelgetés után elhívott randizni. Én elengedtem azt, hogy értem jöjjenek, ezért a helyszínen találkoztunk. Milyen nagy lelkű ez a Réka, hogy csak úgy elengedi, hogy elé álljon a hintó. A fiatal emberrel megbeszéltük, hogy a bánánnál találkozunk. Azt viszont elfelejtettem mondani, hogy nem foglalt asztalt. Ebből az arckifejezésből arra következtetek, hogy nem lett jó vége a sztorinak. Mert mindenki tudja, hogy a Tróger Bálna egy olyan luxusos helyszín, ahova csak asztalfoglalással lehet érkezni. Mennyi hasonló ilyen csaj van, akik azt hiszik, hogy a Bálna teraszon valami hatalmas luxus élményt kapnak? Fiúk, asztalt foglalni egy randira szigorúan kötelező. Azt a Még nem is találkoztak soha, de a Réka már elvárja, hogy ismeretlenül foglaljanak neki előre asztalt, és járjanak a kedvében. Szigorúan kötelező. Remélem a Bálna teraszra is ebben a szexi piros blézerben ment. Látszik, hogy ezt a konyhát még életében nem használta. Erre az indoka az volt, hogy egy korábbi randira a kisnő nem érkezett meg, ezért 20 percet egyedül kellett ülnie. A kisnő a konkurencia, aki kontrasztban áll a nagynővel, aki valószínűleg ő. Vajon ez a kisnő honnan meríti ezt a rengeteg pozitív kisugárzást? Ezt az információt miért kell nekem elmondani? Ettől csak még pancserebbnek tűnt. Shut up! Miért nem Mr. Rodrigóval megy randizni a Réka? Mr. Rodrigo az már az első randin New York városa fölé vitte volna a Rékát helikopterrel. Mr. Rodrigoval is szuperül sikerült a randin. Elvitt egy konkrét helikopteres városnézésre. Bizony New York városa felett. Helikopter, helikopter! A Mr. Rodrigo az nem pancser. Még pancserebbnek tűnt. Kicska-micska. Amikor végre sikerült találkoznunk... Hősnőnk a találkozót egy agresszív pofonnal szemléltette. Amikor végre sikerült találkoznunk... Amikor találkoztunk... Milyen árulkodó a kisnő testbeszéde? Találkoznunk még egy meglepetéssel is várt, ami egy négyszemes Raffaello volt a zsebéből előhúzva. Asztalt foglalni egy randira szigorúan kötelező. Még egy meglepetéssel is várt, ami egy négyszemes Raffaello volt. Ettől csak még pancserebbnek tűnt. Lassan itt az ideje, hogy begyőzzük az Ender Dragont. A helyszínre való érkezésemkor, ami ugye a Bálna volt, hiszen ezt beszéltük meg, jeleztem, hogy itt vagyok, mire ő küldött egy képet a Szabadsághíd közepéről, hogy én is. Értem én, hogy nagyon vicces volt ez a szabadsághidas kép, de mi volt ez a nyögdösés a háttérben? A Szabadsághíd közepéről, hogy... Ki nyögött bele ebbe a felvételbe? Vajon a pancser kisköcsögök? Ha egy férfi elhív randizni, válassza ki ő a helyszínt, foglalja le az asztalt, és ő rendelje meg az ételt és az italt. Egyél már egy szandvicset. Nem kell. Ezután jöttek a még nagyobb hibák. Sose hazudjatok arról, hogy milyen magasak vagytok. Ő kicsi volt. Előre megkérdezte, hogy hány centi, és csak úgy ment el bele találkozni? Konkrétan idáig ért. Ki az a köcsög? Szétrugdosom. Én a kisnőket csak a Dorsziába viszem, ahol hónapokkal előre kell foglalni asztalt, de én elintézem aznap. Jean a Dorsziába akar menni. Halló, Dorszia? Két főre szeretnék egy asztalt foglalni ma este hétre, ami nem ragad. Az tökéletes, ott leszek, köszönöm. Nevet nem mondok, mert úgyis tudják, hogy ki vagyok. Látod, ilyen értékes lánynak bármikor foglalok asztalt, aki rengeteg mindent beletesz egy kapcsolatba. Már pusztán azzal, hogy megjelenik a randin. Te kedvedért bármit megteszek. Réka stílusa egyébként nagyon hasonlít arra a lányra, akit egyszer nem hívtak meg a randin egy sajtburgerre, és egyből ment panaszkodni a TikTokra. Tesó, ha elviszel randizni, akkor legalább egy 600 forintos sajtburger menü árát ne sajnáld már tőlem. Az arról az esetről készült videómat itt megnézheted. Ráadásul további negatívum volt, hogy dohányzott, de nem IQOS-t, hanem piros Malbit. Nem követi az aktuális dohánytrendeket. Az teljesen érthető, hogy a dohányzás kizárók az emberek többségénél, de ott még nem hallottunk, hogy a dohányzás mikéntje kizárók. De nem IQOS-t. A randi végén a Réka még megmondta jól a magáét az alacsony piros Marbi srácnak. Majd a randi végén megjegyeztem neki, hogy a magasságról azért nem kéne hazudni. Erre az volt a válasz, hogy már én direkt a magasabb talpúcipőmet vettem fel. Pedig még humora is volt a srácnak. De a Rékát nem lehet humorral, meg Raffaellóval lenyűgözni, ő csak a lefoglalt asztalokra gerjed. Szigorúan kötelező. Ilyenkor mindig abban reménykedem, hogy csak egy kiváló színész tehetségről van szó. Mondjuk ehhez a csajhoz képest az Odett, akit most annyian szeretnek gyűlölni a neten, egy milliószor szimpatikusabb. 35 éves vagyok. Ezután egy pár napig még próbálkozott, majd közöltem vele, hogy no way. Ghostingolni nem korrekt, viszont egyenesnek lenni annál inkább. Ezért mindig mondjátok el, hogy ha nincs esélye a másiknak nálatok.
Tekintsük meg a randi sorozat második részét. Legkínosabb randiaim második rész. A helyszín a nyugati tér, 4-es 6-os megálló. Ez szükséges. Egy pohár bor. Én ismét nem vártam el, hogy autóval érkezzenek értem, ezért érkeztem én a 9-es busz. Úgy látszik, a 9-es busz még a szabadsághitas fotónál is nagyobb poén. 9-es busz? Én is. Ez a tömegközlekedés dolog, ez valami visszatérő trauma lehet ennél a lánynál. Megérkezett a nagy autón a 83-as trolli. Neki az valami kínos szégyelni való, hogy felszáll a buszra. Pedig ő az, aki nem várta el, hogy elé menjenek hintóval. Elengedtem azt, hogy értem jöjjenek. Belvároson belül pedig miért kéne autóval érkeznie mindenkinek, amikor Budapesten világviszonylatban is kiemelkedő a tömegközlekedés. One kiss is all it takes. Bementünk a helyre, már eleve nem hittem a szememnek, hogy hova érkeztünk. Beléptünk. Csocsóasztal, biliárdasztal. Az úrhölgy kegyesen leszállt a pornép közé, és látta, hogy a csocsó rossz. Tüntessétek el a csocsóasztalt! Puskás felemeli, hidegkutyú lőgó! Ezért kell az első randi mindig valami olcsó késdobálóba vinni a csajokat, és egyből ki tudod selejtezni az ilyen rékaféléket. Bementünk a helyre, már eleve nem hittem a szememnek, hogy hova érkeztünk. Beléptünk. Ragadt a talpam, konkrétan, a padlón. Már eleve nem hittem el azt egyáltalán, hogy hogy kerülök ide. Pista bácsi, legalább mi hallgassunk! Hogy lehet egy fiú ennyire... Nem tudom elmondani milyen. Mondd ki nyugodtan, csóró! Nem kell itt kertelni. Majd a fiatal ember megkérdezte, hogy hiszel valamit? Hát gyerekek, igen, ittam gin tonikot. Egymás után körülbelül hármat, és így... Így eltűntek a fiák. A Réka tudta, hogy ebből a randiból már nem lesz semmi, de azért még lehúzta a srácot 3 gintóval. A Réka drága idejéért azért járjon már valami. 3 gintó minimum. Így eltűntek a fiák. Hallok lassan szomja. Mindig olyan jól szoktak sikerülni a Réka találkozói. Találkoznunk? Nos, én nem voltam rest, szóvá tettem. Na álljon meg az Árcsi menet, hello! Réka itt is szétoltotta a srácot. Hogy azért ne haragudj ilyen helyre azért, mégis hogyan gondoltad, hogy randira hívsz egy lányt? Mire az volt a válasza, hogy szerintem nem a haja fontos, hanem hogy két ember jól érezze magát. Igen! Majd a 16. alkalom után körülbelül. 16. Minden tiszteletem lenne annak a srácnak, aki ezzel a csajjal 16 randit végig tud tolni. Igen! Ez a randevú sem szerelemmel végződött, vagy folytatódott, és itt őszinte leszek. Ghostingoltam. Hát az előbb fektette le a szabályokat, hogy nem szabad ghostingolni. Ghostingolni nem korrekt. A lány a saját elveit egyetlen randig bírta tartani. Igen! Igen! A Réka azzá vált, ami ellen küzdött. Egy ghostá. Ghostingoltam. De olyan megalázónak éreztem ezt a helyzetet, hogy köszi, de... Nem kérek ilyet. Ilyen szörnyű, megalázó helyzetet még a legnagyobb ellenségemnek se kívánok. Ragadt a talpam. A sorozat harmadik részére lecserélték a főszereplőt játszó színésznőt. Legkínosabb randiaim, harmadik rész. Ez a történet is úgy kezdődött, mint a többi. Online társkeresőn találkoztunk, cseteltünk néhány napot, majd megbeszéltük, hogy találkozunk. Értem jött. Na, végre, harmadik randi már jó kezdődik. Ebből is látszik, hogy a jó dolgokra várni kell. Megkapta a hintót. De mikor beszálltam a kocsiba, volt némi érdekes... dolog. Akármilyen jól indult ez a randi, már is egyből jönnek elő a hibák. Ülés nem teljesen stimmelt, fekvő állapotban volt. Beszállt a kocsiba, megkérdeztem, hogy most ezzel így mi történik, nem tudom előreállítani, majd közölte, hogy jó, az el van törve, azt nem fogod tudni. Nagyon szeretem, amikor a férfiak hangjait utánozza. Nem tudom, hogy milyen férfi traumái lehettek eddig ennek a lánynak. Szerintem nem a haja fontos. A Réka a pasikat ősember karakterben játssza el valamiért. Hogoljunk be. Mit így jó? Eleve nem furcsa, hogy az első randin egy ismeretlen ember beül melléd a kocsiba? Vagy hogy a másik szemszögéből nézzük, akkor beülsz egy idegen kocsijába? Fontos kérdés. Foglaltál asztalt? Nem. Nem foglalt asztalt. Természetesen nem is volt hely, mire odaértünk. Mai pasik már nem tudnak asztalt foglalni. Kötelező. Gondolom unjátok, hogy mindig ezzel hencegek meg a pénzzel. Én nem az a típus vagyok, mint más gazdag. Majd én azt javasoltam, hogy tudod mit? Menjünk be inkább a Gosduba, az úgy tuti meg lesz. Helyben vagyunk, látszik, hogy ezt a locationt már ő választotta. Mennyivel magasabb szinten van, mint az előzőek? Bementünk a Gosduba, beültünk egy helyre, viszonylag 2 óra hosszát beszélgettünk, tehát viszonylag sok időt. Ez is egy csoda, hogy valaki képes volt 2 órán keresztül elviselni ezt a csajt. És a Gosduhoz levezetésnek Majka papa dukál. Elindultunk hazafele.
Útközben kiderült, hogy szereti Majkáikat, el is kezdte énekelni, közben engem így sasolt, hogy mennyire vagány gondolom, hogy tudja a szöveget, és mikor Kollányi Zsuzsihoz ért, tessék, te jössz! Én meg csak ültem és néztem, hogy nem. A Réka valamiért nem akar csatlakozni a Carpool Karaoke-ba. Biztos ő se szereti a James Corden-t. Én akkor még nem voltam annyira jó fej, de megmondtam neki, hogy bocsi, de nem. Vajon milyen lehet az a szituáció, amikor ez a csaj még ennél is kevésbé jó fej? Ott már vér folyik. Pontozzátok, hogy szerintetek milyen volt ez a randi? Én ezt a randit egy csillagra értékelném, mert eleve Majkát kellett hallgatni. Az kizáró tényező egy kapcsolatban. A legjobb mester Magyarországon, a TV2 csatornájánál! Azt nem értem, hogyha ennyire viszonyog minden pasitól ez a csaj, akkor mit keres társkeresőn? Miért kínozza magát ragadós padlóval, ragadós itallappal, meg törött anyós ülésekkel? Így elég bénán ültem az első ülésen. Pedig nem nehéz kitalálni, hogy milyen álomrandit szeretne a lány. Csak föl kell menni a TikTokjára, és meg kell nézni a videót. Róla. A horvát tengerparton szeretne egyedül üldögélni, itt ezen a széken. Mit nem lehet ezen megérteni? P.S. Hamarosan jön a harmadik rész. A videó első megtekintésekor azt hittem, hogy a lány latin nyelvre váltott. P.S. Post scriptum utóirat, de nem. A P.S. Princess Sophie-ra utal, Jézus Krisztus utolsó élő leszármazottjára. Princess Sophie. A Réka is egy igazi hercegnő, a Réka Princess Sophie testvére, azaz P.R. Princess Réka. És hol dolgozik még a Réka? Egy PR ügynökségnél. Megfejtettem mindent. Réka Jézus Krisztus leszármazottja. Lehetséges, hogy ahogy a könyv állítja, a Szent Grál nem egy serleg, hanem egy személy. Négy szemes Raffaello volt a zsebéből előhúzva. Raffaello. A művész Raffaello? Igen, Santi volt a vezeték neve. Most már mindenkinek világos, hogy miért ilyen magasak a Réka elvárásai? Nem kérek ilyet. Eddig még egyetlen gáláns keresztes lovagnak sem sikerült lenyűgözni a művésznőt. De ne csüggedjünk, mert nagyon sok lovag van még ebben az országban. Bocsi, de nem. Én biztos vagyok benne, hogy azóta is sorban állnak nála a gavallérok, akiknek sok sikert kívánok. Ebből nem lesz második randi. Előbb-utóbb biztos jön valaki, aki megüti a mércét, tud asztalt foglalni a Dorsziába, és jó hangulatban fog telni a találkozó. Találkoznunk? P.S. Hamarosan jön a következő videóm. Köszi mindenkinek, de remélem többet azért nem lesz.